Üdvözöljük a nézőket! Vissza is tértünk. Egy nagyon kimerítő mérkőzés után, egy nagyon kevésbé pihentető szünetre. Ugyan én nem kasztoltam az előző mérkőzésen, de hát konkrétan megőrültem a gépölt. Nagyon-nagyon izgalmas mérkőzés volt. Kíváncsi vagyok, hogy erre rá tudnak-e tenni még a csapatok, és csak hogy ne maradjon ki, Livius vagyok, szia Zimi! Szia Livius! Én is üdvözlöm a nézőket. Igen, az előző mérkőzésen dominált egy Vladimir, és pont ugyanúgy nem kapta a Tócsa alatt az égetést, mint ahogy aztán egyébként tudom is, de azért köszönöm minden nézőnek az összes szeretetet. Viszont egyébként szépen lassan meg is érkezünk a választási fázisba. Szeretünk, Zimi. Én szeretlek. Bár ez magán jellegű beszélget. Kartusz! Azonnal egy kartusz tiltás, a legelső tiltás a kartusz. Képzeld el a beszélgetést. Hú, itt van a tiltás, a választás, kezdjük a játék. Dírj egy kartusz! Ja, nincs több idő, srácok, mit mondom? Kábelt, kartusz, puf, ennyi, köszönöm. Meg se várták a második kör, mint az előzőnél. Engem most nem fogtuk tudni lelőni, mert én az előző mérkőzésen olyan adrenalin löketet kaptam, hogy hát végem van. Tehát ez nagyon durva meccs volt. És hogyha most ez a két csapat, akik egy ilyen mérkőzést le tudnak játszani, ide tesznek elém egy 70 perces meccset egyetlen egy csapatharccal, aminek a végén egyetlen egy apró ellépés fog eldönteni, én kitépem a szívemet. Vagy a játékosokét. Azt nem, mert messze vannak, és ennyi pénzem nincs, hogy odáig elutazgassak. De nem. Hogyha két csapat tud ilyen meccset produkálni, akkor ezt is most látni akarok, még egy legalább ugyanilyet. Közben azért beszélgethetnénk a tiltásokról is. Shen és Malzahar az egyik oldalon, illetve ugye az Instant Kartusz tiltás, még egy Lulu és egy Camille erősíti, amiket azt hiszem, hogy nem kell magyaráznunk. Igen, bizonyították a korábbi mérkőzések során, hogy pontosan miért is kerülnek azokra a bizonyos tiltó padokra egyesével a karakterek. Az utolsó tiltás jogán vajon egy Vladimirt kivág a Team Liquid, vagy... Ki kell. Úgy, ahogy Kartuszt ki kell, Vladimirt is ki kell tiltani. De ezért még gondolkoznak rajta, hogy... Viszont rámutatnék, hogy egyébként benn maradt Elise, aki, well, rain over, még mindig veretlen. Jó, nem vágta ki Vladimirt. Egyrészt megértem, másrészt nem. Azért értem meg, mert ellenválasztásra... Tehát... Hogyha azonnal lecsap rá a Gold Coin United, akkor a Team Liquidnél ott a labda, hogy ők nekik a középső esvényt nem kell erőltetni, hozhatnak ellenválasztást. Amennyiben például a felső esvényre választanak, akkor a Team Liquid még elhozhatja, vagy ha elcsúszik a második körbe, akkor ki is lehet tiltani, Rumbled. Teljes mértékben egy jó választás, hiszen Solo egyébként nem csak brutális tankokat tud játszani, mint ahogy az előző mérkőzésen láttuk, hanem bizony, ha kell, elhoz... könnyedén egy Rumble-t, akivel rommásabb ez valakit elhoz, egy Renekton, bárkit, akit egyébként csak a kicsi szíve megkíván. Úgyhogy nincs olyan esetben, mint mondjuk egy csomó játékos, hogy inkább tankorientált, inkább sebzésorientált, ő mindent elhoz, míg a másik oldalon a Team Liquid oldalára érkezett egy Graves, illetve egy Lucian választás. Na már most az, hogy Graves nincs a tiltó listán, és Rainover kezei közé így bekerülhetett ez a karakter. Bátor. Bátor dolog, bátor a gyáva kutya. Tehát, ugye Graves azért eléggé, nézzük csak meg az előző tiltórendszert, az első tiltás volt, tehát eléggé előkelő helyen volt a tiltólistán. Az egyik oldalról a Team Liquidnek nem biztos, hogy érdeke volt tiltani, a másik oldalról a Gold Coin Unitynek nem volt lehetősége kitiltani, hiszen Kartuszt ugye tiltani kell, Lulut tiltani kell, Camille pedig rizikós lett volna, ha átadják. Így viszont Rainovernek felszabadult ugye Graves, akivel hát jó, tehát a játék középső szakaszában Rainover nagyon magabiztosan és nagyon jól meg tud indulni általában azzal a karakterrel. Erre most a Gold Coin Unitednek ellenszereket kell találni, például Karmát. Egyébként szerintem egy nagyon jó választás, hiszen láttuk, hogy az előző mérkőzésen is mennyire sokszor tudta életben tartani csapattársait, míg a másik oldalon az előző mérkőzés előtt kivágott Nami az, ami egyébként Matt kezei közé érkezik, de mindenképp könnyebb lesz egyébként egy Nami támogatóval megvédeni a Team Liquid csapatát, mint egy kevésbé, hát mondjam is mondjam, kevésbé Nami van. Kevésbé vizes és kevésbé ilyen, hát buborékcsapdás, hullámos megoldással. Ami mindenképp egy nagyon jó válasz egyébként arra, hogyha esetleg Santorin bevetődne, vagy bárki más úgy gondolná, hogy akkor most oda vágunk, érkezik a hullám, és ez lényegében egy rögtön egy reakció erre egyébként. Nautilus tiltás. És egy löblek. Nem engedik, hogy a hullámra egy búvár érkezzem, úgyhogy Nautilus kivágta a Gold Coin United egyébként. Érthető, viszont a Team Liquid csapat kompozíciójában szükség van egy nagyon erős tankra, aki vagy lehet egy Tahm Kench,
amit már ugye láthattunk, de nem lehet, ha csak nem a felsősvényre hozzák, bár egyébként meglepődnék. Tehát a támogató pozíció már biztos, hogy nem érkezik, de a felsősvény Nautilus ideális lenne, míg a Team Liquid Mesh S-ét dobja ki. Mesh S-e nem tiszta mese, jó, ezt elengedem. Nem lesz ő a messiás. Ő lesz, igen, az S-iás. De tényleg egyébként maga biztosan játszik azzal hát a karakterrel, tehát jó S-eket szokott játszani. Ettől függetlenül az a Lucian se volt rossz. De az most Double Leafnél lesz. Igen, és kíváncsi vagyok, hogy ki az utolsó, akit egyébként kivágnak. Egy Maokai. Egy Maokai. Kivágtak egy fát konkrétan. Kivágták Maokait. Hát ez kegyetlen. Jó, Áber most éget ki egyébként. Nem tudom, mennyire hallatszódhat egyébként. Áber de annyira kiégett, hogy belehal. Igazából olyan, mint egy visító oldás. Veszhetjük így. Még egyébként a team... Nem akarom. Nem akarok ott lenni akkor, amikor ezt ti Ábellel megbeszéljétek. Hagylak titeket kettesben, hogy te most levisító óvodásosztad a Kaster társadat. Én teljesen pártatlan maradnék. Maradjunk annyiban, hogy Mesh egy civilre fogja rátenni a kezét valószínűleg. Míg a Team Liquid érkezik egy ragasz. Jaj, igen, egy jó, oké. Piglet égetést fog hozni, mi meg teljesen kiégtünk. Egyszerűen az előző mérkőzés olyan adrenalinakat szabadított fel, amiket most ki kell engedjünk, és hát hol máshol élhetnénk ki magunkat, mint élő adásban, tökéletes választás. Ezzel szemben... Jace... Vladimir ugye még mindig nincs a tiltó listán. Viszont szüksége van Jace-re a Gold Coin United-nek. Adja magát a kérdés, hogy... Kettő darab tankból lehet-e egy erős tank, bár ugyebár 9 terhes nőből sem lesz egy hónap alatt gyerek, szóval azért elég érdekes szituáció lenne. Fenni. Olyan erős tankja nincs a Gold Coin United-nak, ezzel szemben a Team Liquid viszont rendelkezik Gragasszal. Igen, és most már egy Thalia középsősvényen is rendelkeznek. Mindig nagyon örülök egyébként, amikor megjelenik egy Thalia, hiszen a végső képessége, a fércelletfal egy olyan képessége, amivel nagyon jó dolgokat is lehet hozni, meg lehet kicsit elbénázott dolgokat is. Kíváncsi leszek, hogy most egyébként mennyire fog ez működni. Én nagyon remélem, hogy Piglittől egy olyan olyan középsősményes játékot láthatunk, ami mondjuk azt, hogy megszorogatja Phoenixet és nem hagyja levegő ez úgy, mint az előző mérkőzés alatt, hiszen nyilván nem egy Vladimir az a Jace, viszont ettől függetlenül, hogyha egy Jace szalad meg, az is ugyanolyan kellemetlen tud lenni, csak ez távolabbra kellemetlen, nem pedig az arcodba robbanva kellemetlen. Hát Piglet azt hiszem, hogy ma azért bőven ott volt a szorongatós középső ösvényekben, ugye Karthus nem véletlenül a tiltó listán, közben pedig ugye itt néztem a helyzetet, azt rájöttem, innen nekünk az Omen így hiányzik. Tehát, hogy most nincs itt, én azért vagyok itt egy kicsit így megzavarodva, vagy valami nem a szokásos. Viszont az előző mérkőzés előtt rabolt el Buci tőlünk ezt a kis drágaságot, és ez egy rossz omen volt a Team Liquidnek, hiszen... Pontosan ezt akartam mondani! Tudták veszíteni a mérkőzést. Francba, amikor egy jó barátod ellopja a poénodat az osztályban, és mindenki nevet rajta, az szakító indok is lehet, kedves Zimmerion. De azért az, hogy velem meg Edivel is egyszerre konfrontálódott egy mérkőzés alatt, az egy nagyon bátor húzás. Már meg ne arra úgy, majd ott később megbeszéljük. Na de, félredobva a trash talkot, visszatérünk az idézők szurdokába. Nem számolom ki, hogy ma már hanyadik alkalomra, de itt Amerikában negyedjére. A Gold Coin Unitednél most lehet egy olyan lélektani előny, hogy egy ilyen mérkőzésben a Team Liquid felé tudtak kerekedni, ahol tényleg talán azon az egyetlen egy pozícionáláson, gyilkosságon, csapatharcon múlhatott az LCS. Legalábbis, hogy kikerül be először. A Team Liquidnek pedig egyértelmű lélektani előny az, hogy ők még mindig hibázhatnak dacára annak, hogy... Tehát ugye a Gold Coin United most a szakadék széléről lépett egyet vissza, de a Team Liquid egy jó kis sárkánydühével még belerúghatja őket. Igen, vagy egy hatalmas szikla omlást hozhat rájuk, hogy ha Grease, illetve Gragas kettő is egyébként megindul, akkor brutális sebzést, illetve, hát hogy is mondjam, kellemetlen mennyiségű sebzést, illetve minden mástől az arcába osztani, esetleg egy szólónak a felső ösvényen, és én várom is egyébként, hogy elkezdjék büntetni, hiszen Rumble-t, hogyha egyébként elég jól meg tudod büntetni, akkor legalább az ösvényen nem fog megszorongatni annyira könnyen és annyira hamar,
az már más dolog, hogy attól függetlenül, hogy a játék középső szakaszában még el tud odáig jutni, hogy az, a végső képessége a Stuker bárkit egyébként rossz pozícióba hozzon, és hatalmas sebzést osztan le, hiszen láthatunk már olyan példát, hiszen, hogy esetleg egy-egy Rumble játék mondjuk egy 2-7 környékén is olyan sebzést is, hát hogy is mondjam, olyan mennyiségű fókusszal rendelkezik az ellenfél csapat oldaláról, hogy még így is bőven megérte elválasztani azt. Sziklaomlást emlegettél, ugye? Tália. Sziklaomlás. Erről eszembe jutott egy érdekes dolog. Tehát milyen jó lenne, hogy lenne egy Malphite a felső ösvény, és egy Tália a középsőn, hogy a Tália elvileg mindenkit tud irányítani kődarabként, Malphite-ot, elengedem ezt a gondolatot. Azt viszont akartam mondani, hogy abból a szempontból, hogy Rumble a Stukkerével ugye jól le tudja sebezni ellenfeleit, és ugye eléggé jó pozícionálással és jó elhelyezett Stukkerrel egy egész csapatharcot eldönthet. Erre van válasz a Team Liquidnek, mégpedig Nami formájában. Mert ha az apa és a dagály jól tölti vissza az életerőket, akkor ha nem szalad meg annyira szóló az a Rumble-lel egyértelműen, akkor annak a Stukkernek a jelentőségét kicsit csökkenteni lehet. Persze okozat és tényezők és ellentényezők. Az egy dolog, ami biztos, hogy szóló Rainover által kapja az áldást. És az a Q képesség visszapattant a falról. Szóló pedig ezt nem érezte. Ez az, amire egyébként számítottam. Én vártam, hogy már korai szakaszon akarják elkezdeni büntetni. Inkább a felső ösvényt, mert talán még Phoenix az, aki egyébként egészen könnyen meg tudnának, hiszen gyógyítása van, illetve villanása is. Még ugye a felső ösvényen csak egy villanás, illetve az a kicsi gyorsítás is pajzs, ami meg tudja menteni szólót. Én nem tudok kiigazodni a Twitteres szavazókon. Mi volt az első mérkőzésen? A Gold Coast United győzelem lesz. Második mérkőzés 50-50 százalék. A harmadik mérkőzésen már a Team Liquid vezetett egy kicsit. Azt hiszem ennél kevésbé. És a negyedik mérkőzésen, de most hülyes, de igen, ez a negyedik mérkőzésen, még mindig a Team Liquid vezet, pedig most a Gold Coast United nyert. Tehát jó, mondjuk ettől függetlenül van benne igazság, hogy a Team Liquidnek persze bőven ott van az esélye, de érdekes mindenképpen. Igen, valószínűleg egyébként azért, hiszen két magabiztos győzelem, egy szorongatott győzelem, mert azért nem egyenértékű, és valószínűleg egyébként emiatt is van. Illetve szerintem annak köszönhetően is egyébként ugye a Team Liquid volt az, amelyik az LCS-ben játszhatott. Valószínűleg őket azért többen a, hogy is mondjam, Twitterezők közül jobban ismerik, vagy hát hogy is lehetne szebben fejezni ki. Elég csúnyán mondtam egyébként ezt a mondatot. Egyébként kicsit olvasgattam a Gold Coast Unitednek a történelméről, meg így az egész csapatról, és meglepően sok szurkolójuk van. Tehát ugye nyilván nagy nevek játszanak benne, valahol már MadLife nevét megemlíted, már az egy olyan dolog, hogy úristen, MadLife-it játszik, akkor ez egy jó csapat. De, ez van itt egy kis csere-bere. Double Leafnek azért fogy is az életre, bőven jó a buborék börtön, de nincs már lehetősége Double Leafnek előrébb menni. Tehát a Gold Coast United azért egy ismert csapat, és szerintem ha bejutnak az LCS-be, ott csak tovább fog nőni a szurkolótáboruk. Kérdéses az, hogy kinek a helyét vehet Nék át, és hogy át fogják-e egyáltalán venni valaki helyét, hiszen azért nem írnék le senkit sem. Igen, viszont egyébként kérdéses az, ugye, hogy a Team Liquid lényegében okkal játsza most ezt a mérkőzést, ezeket a meccseket, hiszen ezek alapján nem voltak elég jók ugye az LCS szintjén, és ha esetleg úgy alakul, hogy most valahogy mégis 3-2-re esetleg nyer a Gold Coast United, akkor is kérdéses, hiszen ha nehezen tudnak győzni egy Team Liquid felett, akkor igazából egy új Team Liquid-ként fognak megérkezni talán az LCS-ba, hogyha esetleg addig nem tudnak egy hatalmas lépést előre tenni. Na már most ezt ne felejtsd el, hogy a Team Liquid azért esett ki, mert a tavaszi szezon első 6 hetében nem tudtak felülkerekedni a helyzeten. Itt közben Double Lift MadLife-val és Mesh-sel kicsit pofoszkodik, a kifárasztás kijött rá, viszont megint visszalépnek. Úgy tűnik, hogy egyszerűen félbe akarnak minket szakítani, mert nagyjából mindig ez történik, hogyha belemegyünk egy ilyen kis diskurzusba. Tehát a Team Liquid az elején kicsit olyan FlyQuest sors. A FlyQuest az elején aratott, aztán gyengültek, a Team Liquid az elején volt gyengébb. Utána ugye érkeztek a változtatások. Már az egy nagy előrelépés volt, hogy Piglitet a középső ösvényre helyezték, és ugye hoztak egy csere lövészt a helyére. Az pedig, amikor Double Leaf megérkezett, hát
én megmerem kockáztatni, hogyha Team Liquid ezt a felállást játsza a szezon eleje óta, akkor talán még a rájátszásba is beférnek. Na már most, hogyha ezt fogja megvenni a Gold Coin United, akkor simán van helyük az LCS-ben. Nyilván egyébként ettől függetlenül ez még a jövő kérdése, és el is kell jutni odáig, hogy valamelyik csapat bekerüljön. Hát az egyik csapat biztos bekerül innen már. Nem kell kiabálni. Szóval, igen, meg kell... Suttogva beszélgessük végig a mérkőzést. Igen, nagyon jó. Jó, remekül. Suttogva akció kommentálni nehéz lesz. Ez biztos. Kicsit fájni fog a torkod utána, hogy próbálsz halkan kiabálni, vagy hát valahogy úgy játszani a hangoddal. Ettől függetlenül egyébként igen. A Minion játék, a játékon belül egyébként egészen jó. Ó, szép a robbanékony hordó. Jön a félcet fallal Piglit, viszont kicsit beragadtott, de nem engedi tovább. Szóló villan. Piglit nagyon nagy sebzést kap az első gyilkossán. A Gold Coin Unitednél jön Rainover Phoenix közben. Jön mindenki, mert most érkezik ide, Szólónak van vége. Rainover is elporlat. 2-2 egyelőre, Santorin is meghalt. Na most 2-2. Eddig a pofoszkodás volt 2-2. Igazából legalább voltak események, túl sokat azért ebből nem tudunk levenni, nézzük ezt vissza! Igen, viszont a visszajátszásban látjuk, hogy Szólót nagyon szépen hátradobta lúra, és próbálja valahogy visszatartani és leterelni a folyóra, ahol azonban Piglit az, aki egy falal valahogy megpróbálta volna megakadályozni, hogy viszont a vadászatnak köszönhetően Sandorin bűnnyedén be tudta fejezni. Szóló a háttérben próbált táncolni, viszont megérkezett ez a vérnami, ami egyébként mindkét gyilkosságot elvitte, és innentől igazából a felső ösvény irányában lett elkergetve Phoenix. Hát ez a vérnami, ez már csak ilyen dolog. Lehet volna jobb kézben is egy gyilkosság egyébként. Jó, igen, de ebben a szituációban, ahol mindenki kevés életerőn táncol, nem hiszem, hogy tudtak erre figyelni, hogy most akkor ki fogja elhozni. Ilyenkor egyébként az a tipikus kép jut eszembe, amikor a 6-0-es support, hogy a támogatói tárgyakra kell az arany, csak azért viszem a gyilkosságot, és hopp, egy Rabadon, vagy egy Morello. Annyira is, mintha, deja vu van, mintha ezt már megtörtént volna mai nap folyamán. Eddie elbújt a mai torong mögött. Nem tudhatja, miről beszélgetünk. Vett magának egy kis sapkát, mondjuk így. No! Úgy tűnik, hogy a tegnap esti Tanabuci kiégés még ránk is hatással van, így lassan fél egykor. Ami biztos, hogy a 10. percbe lépve semmi sem dölt el. És hogy még bármi eldőlhet. Igen, viszont ha már kicsit kitértem, pont akkor egyébként a farmra, amikor elindult a felsősvényes akció, érdekes egyébként, hogy most kicsit, mint hogyha jobban elbillenne a Team Liquid oldalán az alsősvény, ugye a farm. Hát, na, aminál van két gyilkosság, hát tam. Bármit megtehet, amit akar. Egyébként ebből a szempontból érdekes, hogy Naminál égetés van. Ojjaj, jön a vadászat izgalmával Santorin. Piglit nagyon nagy sebzést hoz ki toronnyal együtt. Ráadásul Phoenixnek nem volt elég a sokkoló bombája. Tehát ugye Nami égetést hozott el, viszont van kifárasztás a középső ösvényen. Ezzel szemben a másik oldalon nincsen égetés. Kettő darab gyógyításra rendelkeznek. Ugye Phoenix is azt kapott, mert Life pedig kifárasztana valakit. A pokoli sárkányt a Team Liquid abba hagyja. A pokoli sárkány pedig repked egy kicsit még. Hát talál valami újabb kihívót magának. Tele kinéz az ösvényekre, érted? Hát most olyan unalmas lett ott, mindig teleport közben. Elugrik a térugrásra, villanni és kell mesnek, így. Viszont Madlife lehet bajban, aki szintén villan, jó. Az egy, a robbanékony hordó Madlife-ot viszont, de túléli Madlife. Épp nem, Rainover a végső képességével szétlőtte Karmának a fejét, Lurlo pedig közben meghalt. Santorin megy előre, double lift a következő célpont, jó a buborék börtön, de késő. Rainovernek Phoenix-eken be kell szembenéznie, azzal a kalapáccsal agyonverte Rainover Graves-ét. A Gold Coin United olyan hívásokat tesz most meg, hogy ez egy LCS szintű hívás volt most konkrétan. Nagyon jó a makrojátékuk. Igen, és hogy is mondjam, kezd egy kis szénhez jutni az a Szóló, illetve Santorin Express. És Szén, Szóló, Santorin, értjük én. Santa Marina. Miközben egyébként eléggé peremen játszott Santorin, és még időben el tudta hozni egyébként a pokoli sárkányt. Mindenképp jó lépés volt. Nagyon jó egyébként az érkezés a Balaton. Még Madlife előtt ment ugyan el, viszont Lurlo teleportja, illetve villanás, és utána az a visszadobás még egyébként pont nem volt elég Madlife-re, úgyhogy Rainover végső képességét kellett segítségül vinni, és Lurlo beragadt ugyan,
próbálkozott egyik irányba, mennyi másik irányba, miközben double liftet egyébként tökéletesen elvitt a Sandrin, és oldalt a folyón kergették azt a, kergette pontosabban Phoenix egyedül azt a Rainovert, aki befejezte azt a támogatót az ő oldalukon, úgyhogy lényegében bosszút állva érte. 5-3-ra módosítva a gyilkosságok arányát, 600 aranyjal tud jelenleg, akkor na, a Team Liquid ellenfele vezetni. Na, mondd ki háromszor. Nem? Biztos? Biztos. Én megtehetem? Hajrá. Gold Coin United. Gold Coin United. Gold Coin United. Mindig találok egyébként egy ilyen csapatot. Eleinte a FlyQuest volt az, amelyik... FlyQuest? Azt mondtam, hogy... De utána végül megtanultam, de mindig jön egy új csapat, ami egyébként szeret engem ezekkel megszivatni. Mindegy, ettől függetlenül az előbbi makrojátékuk tényleg nagyon jó volt, és nagyon jól tudták kivitelezni, még egy ilyen lassú teleportra is egyébként ezt az érkezést az alsősőnyre. Igen, ez volt a legérdekesebb, hogy a teleport előny egyébként a Team Liquidnél volt, hiszen Lurlo előbb ért ide, viszont rosszabb pozícióval, mert egyszerűen beragadt. Akkor a sebzés kapott, és ugye el kellett használni a végső képességét egy támogatóra, akit nem tudtak megölni, csak ugye, tehát konkrétan Madlife 2 darab végső képességet kapott. És innentől kezdve a sebzés, hát nem volt elég, bőven, megjött a Gold Coin United, szétdarabolták a Team Liquid alsó ösvényét konkrétan. Igenis. Ettől függetlenül egyébként ugye a Pokoli Sárkány az ő markukat ütötte, mi azt tekintve, hogy ugye ott van az a Rengar, ott van az a Rumble, ott van az a Jayce. Hát igazából bárki. Igen, még egyébként Madlife-nak is olyan egy mantrázott képesség cunamina valahogy belerobban az ellenfél arcába. Mindenképp nagyon jól jött nekik, és az a kicsit kezdeti minimális hátrány, az nagyon jól fordult át most előnyé. Kérdés, hogy akkor ennek köszönhetően lesz-e hasonló mérkőzés, mint az előbb. Nyilván, majd ettől függetlenül most mindkét csapat kicsit, hogy mondjam, hát nem billen az egyik oldalra sem mérlek, hanem valahogy pont középen próbál egyesülni, kicsit elbillen erre, kicsit arra, de hogy összességében most mondhatjuk azt, hogy mindkét csapat maga biztosan próbál játszani. Piglet középsősülése az, aki talán egy kicsit még érdekes egyébként. Attól függetlenül, hogy az előbbi, hát nem tudom, Santorin öngyilkosság nem tudta őt befejezni a középsősönyön. Egyébként szerintem pont Piglet lehet a döntő a későbbi csapatharcokban. Miért is gondolom így? Tehát a Gold Coin Unitednek van egy erős csapatkompozíciója, ami bőven rendelkezik sebzéssel, ez tény és való. Stukkerrel ugye el lehet választani a csapatot, meg a sokkoló bombák is sokat számítanak, viszont Piglitnek a fércelt fala az, itt közben egy kis buli van. Santorin benne van a buborékbörtönben, rajta az éget és a sebzés egyelőre nem elég. Santorin túléli, ez double liftről nem mondható el, ő viszont meghalt. Piglit lehet kicsit túlságosan előre mentél, nem hal meg senki, ott a sokkoló bomba jött Rainover. Mi fog történni Rainover? El tudja ki villanás, nincs végső képesség, de most a Q képességevel végül befejezi ellenfelét, és megint csak Madlife-ot tudta eltakarítani a Team Liquid, ezért viszont ők egy lövészt áldoztak föl. Hát igen, hiába van ott az a vérna, ami hiába próbál minél hamarabb reagálni egyébként minden egyes akcióra, amit kezdeményeznek a kis lövész, illetve ellene, meg úgy konkrétan az egész Team Liquid ellen, valahogy nem igazán nevezhetjük sikeresnek, hiszen Debeliftnek ez már a második halála volt, viszont cserébe a visszajelzésen láthatjuk, hogy arra az alacsony életre, hogy Tronira próbálnak valahogy kimozdulni, a Balaton még egyébként egészen jó volt, és Santorin nagyon nagy kalibába került, és az, hogy ezek után még mennyire sokáig tudott életben maradni, az egyébként egészen jó. Érkezik a Team Liquid kis gárdája. Próbálják egyébként befejezni még egy Rainover végső képessége is, ami nem volt elég, viszont Madlife volt egy villanás után, mondjuk azt, hogy könnyen be tudta fejezni, viszont sokkal fájabb lett volna, hogy a Santorint sikerül elkapni. Rainover, hát ezt most egy kicsit elnézte, tehát olyan gyönyörűen mellé lőtte a végső képességét, az egy kettős gyilkosság volt, így pedig nem lett mondjuk akkora galiba belőle, de lehetett volna. Jó, hát ez most nem a legszebb végső képesség volt, de hát kivel nem fordul elő. Még félkör is kihagyott egyszer egy farmot, emlékszem mekkora ováció fogadta, hogy ő is ember, hát hihetetlen. Na, tehát amit előbb elkezdtem mondani, hogy Piglet, ugye... Hogyha jól helyezi a félcelt falat, és kizárja Santorin például, vagy Phoenixet, oké, tudnak sebezni, de nem lesznek ott a csapatharcban végül is. És akkor a Team Liquid, hogyha ki tud szedni legalább két embert, egyszerűen megnyerhetik a mérkőzést. Tovább megyek. Mi van akkor, hogyha kizárja mondjuk Santorin, de ő a vadászat izgalmával egyszerűen átugrik, vagy Phoenix szintén átmegy, ugye a kalapáccsal átrepüli,
megtörténhet. Mi történik ekkor? Hát egy robbanékony hordóval visszadobjuk őket. Hát, vagy szétrobbantjuk őket. Tehát benne van az, hogy nagyon könnyen tudják változtatni a Gold Coin United helyzetét a Team Liquidesek. Persze, ez a talán a lehető legjobb eshetőség. Ennek ezer másik lehetősége van, hogy hogyan használják ezeket a képességeket. De én egyébként el tudok képzelni egy ilyen csapatharcot, ahol jön a félcelt fal, mindenki átugrálja, és akkor egyszer visszatudjuk őket egy robbanékony hordóval, és mondjuk megöljük. Headlife-ot megint. Hát igen, ez egyébként a jobb felállás, viszont a rosszabb felállásra már volt például, hiszen Santorin ugrottam már át egyébként a falat. Igen, igen. És be is tudta utána fejezni a gyilkosságot, úgyhogy ebből a szempontból egyébként mindenképp előnyel indul, és most is nagyon szívesen átugrálna valószínűleg azt a falat. Nyilván inkább csak egy oda piszkálásra volt elég. Viszont Phoenix sebzés egyébként, mondhatjuk azt, hogy egészen kezd a jó irányba menni. Oh. A félcet fal nem sikerül onnan eljutni a Piglitnek, hát... Cica, mica, 3-1-es Rengar. És a saját csapdába jutott lényegében Piglit. Hölgyeim és uraim. Hogy volt a falon átlögdös, és ha nem is kell átjutniuk? Hát így nem kell, igen, így most a fal elejénél odarepült Santorin, és úgy döntött, hogy ő most itt lefejezi Piglitet. A Team Liquid, mintha egy kicsit el lenne csúszva a játékhoz képest, úgy tűnik, hogy egyébként az a magabiztosság, ami eddig jellemezte őket, kicsit mintha kiveszett volna. Köszönöm, Double Leaf teljesen megőrül és olyan sebzést hoz ki esre, amit nem köszön meg. De jött Santorin, így vissza kellett lépni. Marad minden a régiben. Igen, és nagyon jól játszik egyébként Double Leaf, hogy akkor próbálja az összes, hát tudom is mondjam, dupla lövését, illetve sima lövését is elhasználni, amikor Matt próbálja megerősíteni a lövéseit. És láthattuk, hogy nagyon nagy sebzésre képes ezzel, és tárgyak tekintetében is, hogy ott van már a letaszított királykardja, ami egyébként töltési idő alatt áll. Na igen, így nem annyira könnyű kivenni. Próbált vásárolni még egy kis életerőt magának, ami nyilván jól jön, hiszen a két halál is lehet kicsit könnyebben elkövető lett volna. Szekete hasítóbárd lesz, igen. Igen. Szóval ez a tipikus Lucian, hát mostani Lucian építkezés, meg talán S építkezés. Ez egyébként szépen lassan készül rajta, úgyhogy már azért kezdett alakulni egy kis sebzés, míg a másik oldalon ugye inkább ott van a ragyogás, ott van egy kis cipő, aminek köszönhetően gyorsabban töltődnek vissza mind a képességei, mind pedig az idézői képességei, illetve folyamatosan gyűjtögeti a kis jelzőket és próbál egyre több manát gyűjteni magának. Igen, a sebzésben egyelőre egyébként Double Lift tudna boldogulni, viszont elég sebzés oszt le válaszként egyébként rá mes, illetve mindenki más arról az oldalon. Mindenki mes arról az oldalon. Én nem tudom elmenni mes neve mellett, tehát össze kéne érnem, hogy milyen szópoénok juttatok már eszembe róla. De hagyjuk is, most ez egyelőre, ami történni fog, az, hogy egy hegy sárkány fog megszerezni Rainover a Team Liquid csapatának, amivel a célpontokra történő kifordulás jóval egyszerűbbé válik nekik. Ez a sutyerák nem biztos, hogy egy olyan célpont, amire én gondoltam, de azt is sikerül megszerezniük végül. Igen, és egyébként annak ellenére is, hogy egy ilyen kis csapda gyülekezik az alsősőinél, kérdéses, hogy ebből egyébként mi fog kialakulni. Hiszen Double Lift egyébként ott van az élvonalban. Oh-oh, Madlife van bajban. Kicsit megcsápolgatták az erejét. És jól szépen el kellett villani, a Piglitet viszont kivégezte Phoenix közben. Hát így ennyi volt neki. 0-3 Piglit. 0-3 Piglit. Meg szép és jó. Ismerős? Az előző mérkőzésen is valami ilyesmit láthattunk. Csak ott a Vladimirrel szemben. Úgy tűnik, hogy Piglitnek ilyen kartusz napja van. Tehát ha megkapja, akkor nagyon magabiztos teljesítmény nyújt. Ha nem kapja meg, akkor már nem annyira. Lehet, hogy így építette fel a Team Liquid a kompozíciót, hogy nézegették ma, hogy ki milyen formában van. Piglit mindig meghalt. Közben Double Lift elugrik onnan a vadász izgalma elől. Teleporttal érkezik Lurlo, így kellett visszább lépni a Gold Coin Unitednek. Tehát Piglit mindig meghalt a gyakorló meccseken. Mit csinálok? Jó, Piglit, akkor hozunk olyan hőst, ami halál után is működőképes. Kapsz egy kartuszt, aztán max kitiltják. Addigra már úgyis meg lesz az előnyünk. Érdekes. Igen, mindenképp viszont. Valószínűleg a következő célpont a középső ösvény, és tanulmintán valószínűleg az alsó ösvény tornya lesz, amit nem igazán akar a Team Liquid elengedni, és folyamatosan érkezik valaki, vagy érkezik a teleport, hogy megtámogassa, vagy akár egy Rainover egyébként próbálja visszaszorítani mest
Te nagyon-nagyon szeretsz a neve alapján. Kérdés, hogy ettől függetlenül a Team Liquid alsó ösvényes tornya meddig tud még ott maradni, hiszen egyre kevesebb életelővel rendelkezik, és az, amivel most ugye már rendelkezik, azért bőven kevesebb, mint a másik oldalon lévő. Igen. Az alsó ösvényes toronynak hát a Team Liquid oldaláról valószínűleg már hát legalábbis eljár majd felett az idő. De az első torony már ledőlt, így igazából nincs jelentősége nagyjából, hogy mikor fog az a torony eltűnni. Esetleg ugye map control szempontjából mindenképpen van. Viszont most nem is erre mennek a csapatok, inkább a kis farmolgatunk, erősödünk időszakot éljük meg. Brillit pedig a középső ösvényem 2-0-as ellenfele ellen próbál táncolni, hiszen az egyetlen lehetősége tánc, és tánc, és legyen tánc. Igen, miközben egyébként a felső ösvény két játékos nagyon jól áll egyébként tárgyak szempontjából, hiszen míg Lurlon egyébként már ott van a szellemarc és ott van egy kis tankosság. Szép a buborék Burton Santorinra, de úgy néz ki, hogy ezt most megúszza. Megint a Team Liquid egyébként nagyon sokat van büntetve. Mint a torony. A Team Liquid csapata az alsó ösvényen. Ezek után egyébként, hogyha tényleg elhozzák ezt a negyedik játékot, és egy ötödik játékon kell eldőlnie, akkor szerintem bőven lesz, aki mind otthon, mind pedig itt ki kell a kis nyugalmas állapotából, és tényleg megkérdezi, mi az Isten volt, akkor az első két mérkőzésen, amikor lelettetek Kartusz. Söpőről. Kartusz. Kartusz volt az első két mérkőzésen, wow. Nagyjából ennyi a különbség egyébként. Nem, de most visszaadta az állapotomat, köszi Zimi, hogyha... Ha megint egy olyan mérkőzésen fog nyerni a Gold Coin United, én akkor kiégek. Tehát nekem akkor végem van, most mondom. Igen, legalább annyira ki fogsz égni, mint Rumble-nek egyébként a kis lángszórója, aminek az egyébként bőven van már egyébként sebzése, és ha kell, akkor ez anya homokurával meg is tudja védeni magát, és a mágikus sebzés ellen is azért bőven betárazott már, és kicsit nehezebb lesz őt csak úgy elpusztítani, viszont hiába van ott a másik oldalon a szellemarc, és hiába van ott a naptűzköpeny, a szellemarc ellen bőven megoldás az, hogy van egy kis gyötrelme egyébként szólónak, amivel bőven meg tudja gyötörni Lurlót, miközben ez a felső ismélyes gyötrelmes csapta. Pillanatokat élek át. Hát, Piglit is érkezik rá, a Stukkára villanása rossz helyre megy, Piglit, hát micsoda dózert kaptál. Az az érdekes egyébként, hogy a különbség az első két mérkőzés és e között nem a középső ösvényes stratégiája a Gold Coin Unitednek, hiszen ott ugyanezt csinálták. Mm-hmm. Folyamatosan büntették Piglitet a középső ösvényen. Az, ami miatt most más játékot láthatunk mégis, hogy Piglit most meg is hal a középső ösvényen. Tehát ott egyszerűen nem tudták eltakarítani, vagy ha eltakarították, akkor az már legalább két embernek az életébe került. Azt hiszem, hogy egyszer halt meg az ösvényfázisban Piglit, és nagyon sok rajtaütés kapott. Most viszont, illetve az előző mérkőzésen folyamatosan büntetve van, legalább annyi, mint Double Lift, akit Phoenix próbál felrobbantani, jön, mert jó a Balaton, meg tudta menteni Double Liftet, villannia kellett így Phoenixnek, majdnem ott hagyta a fogát. Double Lift pedig közel járt ahhoz, hogy eltalálja ez a képessége, és belehalhasson ő is, viszont ezt megúszta. Kicsit spanyolul is elkezdtem beszélni. Így továbbra sem beszélgethetünk Double Lift haláláról. Igen, és Mattnek egyébként a fellépései most már mondhatjuk azt, hogy nem kicsit életmentőek, hiszen buborék kis börtönké, illetve a hullám is nagyon jókor szokott kijönni, és az apály dagá is nagyon jól tudja egyébként megmenteni, illetve nem is megmenteni, de csak simán gyógyítani mindegyik csapattársát. Igen, látszik, hogy ez a Nami egy olyan kézbe került, aki azért bőven tud vele mit kezdeni, legalább annyira, mint egyébként Santorin egy kicsit nagyon megetetett Rengarral. És azért elindult ő is a tankosság útján, mint cipő tekintetében, mint pedig egyéb tárgyaknál. És ezért bőven neki tud egyébként loadulni, amiután hatalmas sebzést kihasznál, mint Stukker. Ájjjj, Istenem, mintha visszajátszást néznénk újra és újra és újra és újra. Piglit ötször halt meg ezen a mérkőzésen. Hát igen, ez egy ilyen Piglit alázó mérkőzés egyébként. Inkább egyébként a csapat van lemaradva Piglitről mindig, mert mi történik? A Gold Coin United odalép négy emberre és megölik Piglitet, és semmi válasz nincs a Team Liquidnek. Na jó, ez a 27. perc, és konkrétan le fog dőlni inhibitor. A Team Liquid inhibitora, az első. Ez jó. Hát ja, nem rossz, elmegy. Team Liquid meg így
Jövünk. Jövünk. Ott leszünk, legközelebb tuti ott leszünk, ígérem. Na majd legközelebb, amikor mondjuk az alsó is vintoljátok be, srácok, akkor meg fogunk érkezni. Most viszont... igazából nincs lehetőségük nagyon arra, hogy most főleg ember hátrányban, hogy a Piglet nélkül nem sokat tudtak volna tenni. Egyébként Pigletnek most már kezd egy ilyen éhezők viadalával alakulni ez a kis haláltusája egyfolytában, hiszen akár éjszaki jön a bázisról, és egy kicsit ott marad egyedül olyan helyen, ahol a meglepetés lényegében meg tudja őt, hát is mondjam, szorongatni. Rektelni. Akkor... Fogalmazunk már egy kicsit erősebben, mert ez már nem szorongatás, ez a, amit Piglettel művelnek. Egyébként meg az éhezők viadalához csak annyit fűznék hozzá, hogy ez egy nagyon durva éhezők viadala, ahol te 0-5-ben vagy, és látod, hogy az ellenfelet folyamatosan etetik. Tehát ez a pszichológiai terroros éhezők viadala konkrétan. Igen, gondolj bele, amikor kimennél végre egy kicsit farmolgatni, mert egyébként tök jól állsz farmban, kicsit le vagy marad egy 30-asra, de kimennél, hogy akkor valahogy behoz ezt a lemaradást, uh-oh, és bum, egy stukker, bum, egy csomó ember. Wow, bum, nagyon szép volt az ugrás a mesnek a Balaton elől, így be tudta fejezni Mettet. Santorin pedig a vadászat izgalmával érkezik a felső ösvényre a kettes toronyhoz. Tam-tam-tam-tam. És bemegy a Rainoverért. Egyelőre még nem. Tam-tam-tam. És visszalép. Igen. Egy újabb torony, egy újabb áldozat fog szépen lassan szerintem elesni, de a Team Liquid fellépése most egyébként végre határozott, és próbálják a legvégsőkig elhúzni. Ez már Rainovernek azért haza kell térnie, hiszen bőven elég sebzést evett meg, hiszen mint a megnézzük Phoenixet, mind mest megnézzük, mind egyébként ha az egész csapatot megnézzük, bőven rendelkeznek elég farmal, elég gyilkossággal ahhoz, hogy betárasztassanak minden olyan tárgyban, amiből hatalmas mennyiségű sebzésük lesz. Míg a válaszként ugye egyetlen egy Lurlo az, aki esetleg ott van, illetve egy megváltás Metalisztéről, meg egy árhullám. És ez bőven nem elég arra egyébként egy csapatharc során, főleg ha esetleg egy szűkebb területen találkoznak, ahol a Stukker maximálisan ki tudja fejteni a hatását, arra, hogy válaszolhassanak, de ez sem elég. Au! Igen, ott volt az a Rainover 2-2. Ki se jöhetnek a bázisról, hát... Könyörgöm, ha kimernek menni a saját dzsungelükbe, egyszerűen a Gold Coin United letördli őket a pályáról. Bárki. Talán még Lurlót is. Aki egyébként nem áll rosszul egyáltalán, hiszen mind farmban tud vezetni, mind pedig tárgyaiban is felér nagyjából Solo Rumble-jéhez, de hát a csapat egyszerűen kihullott alóla. Pedig Matt egy óriási sebzést teszik meg a sokkoló bombából. Lurlo megy előre egyébként. Olyan, hogy ott a baronnasról szedik közben a Gold Coin United. Ezt még se én, se a Team Liquid nem vettük észre. Ugyanis, jaj, nagyon jó a Stukker. Lurlo ott van, berobbant egy robbanékony hordót, a válasz nem. Tabuli Frigg épp hogy túléli ezt, Lurlo pedig beragad. Jön a félcelt fal, de hát minek? Baronnasor, Lurlo halott. Nem, egyszerűen most az előző mérkőzésen a Gold Coin United elkapta a Team Liquidet egyfajta pokoli marokkal, és folyamatosan veri őket a földhöz, állandóan, és nem tud a Team Liquid mit reagálni egyelőre. Igen, és folyamatosan, mind az alsó, mind a felső esvény egyébként, szépen lassan be fognak dőlni a tornyok, ha nem is azt mondom, hogy attól, hogy ugye a Gold Coin United nyomást helyezeljük, esetleg egy mini hullám is egyébként elég rá, hiszen hogy ameddig mondjuk a felső esvény körül garázdálkodnak, pusztítanak, addig az alsónál miniak fogják. A Rainover egyébként sebez. Nem, Rainover nem él túl semmit. Hát, igen. Hát, jó. Hát, oké. Ez igazából olyan, mint az egyik Orihan meccs, amint Buci teljes mértékben kiéget. Valahogy így már kezdem ezt érezni, hogy szép meg jó, hogy a Team Liquid fellé próbálkozik, érkeznek a fércelt falak, az már más, hogy egyébként tök későn érkeznek, tök feleslegesen. A Solo Q-ban ilyenkor van az, hogy szétfrémeli egymást a csapat, és mindenki fel akarja adni, kivéve aki nem, és mi azt mondja, lehozzuk, de... Igen, ilyenkor van az a, amikor a középsősén is mondja, hogy hát az ellenfél ötször üt gankalta, meg egyszer sem. Igen, tehát jön a Stukker közben. Végül egyelőre ez most nem öli meg a Team Liquidet, de nem is ez volt a cél, ők ki akarták őket zavarni az inhibitort védő torony alól, amit le is döntöttek, most pedig az inhibitor a célpontja a Gold Coin Unitednek, sikerült elhozni. Viszont ez a mérkőzés most a Baron Buffnak köszönhetően még inkább a Gold Coin United oldalára billen. 10 000-es arany előnnyel rendelkeznek,
De még lehet visszaútja a Team Liquidnek belőle. Egy dolog kell hozzá, idő. De azt a gold könnyű lehet, itt nagyon nem ad a csapat az ellenfelének. Érdekes egyébként, hogy lehet, hogy ez a mérkőzés egyébként. Mondhatjuk azt, hogy talán az előző mérkőzésnek az a verziója, amikor Rainover nem viszi el egy villanássújtás kombinációval a baronnasort, hanem igen, végre elkezd tombolni lehet az ellenfél csapata, hiszen itt most ez történt, hogy nem tudtak elég hamar megérkezni, és hiába érkeztek meg Lurlo, azonnal meghalt, Pigletnek kijött a fércelt fala, arra, hogy megmutassa, hogy amúgy megint volt, megint nem tudtam értelmesen használni, de legalább megpróbáltam. Jaj, de erős szavakkal illetett szegény Piglet, ez Zimi. De mik voltak ezek a fércelt falak? Ezt nem tudom. Saját magát de csapdába csalta. Igazából itt most szerintem szórakozva volt Gold United, hogy jó, Pigletet már megbüntettük elégszer, itt van egy 2-1-es Rainover, akkor most őt fogjuk szét rektelni a mérkőzésen. Kadjából Rainover az új Piglet. És a játék 33. percében élve még él a Team Liquid, a Gold Community-t. Nem csak él, hanem megéli a helyzetet. Ledölt az utolsó inhibitort védő torony is. A Balatonnal sikerül zónázni a Gold United-et, így viszont ez egy esetleges csapatharcra nem lesz elérhető. Míg például a Stukker, igen. Igen, és Lurlo egyébként egészen magabiztosan próbál valahogy előtáncolni. Legalább ő kapja el a sebzést, nem mondjuk Double Elite, nem mondjuk esetleg Piglet. De ennek ellenére is mondjuk azt, hogy lassan féltem van. Na most a kezdeményezés a Team Liquid csapatától, de hát mi történik, úristen? Villant Lurlo, hogy a kicsi arrakás lelkapja őket, és az egyetlen dolog, amit ezzel elért a Team Liquid, hogy egy dózerként átmegy rajta a Gold Coin United. Konkrétan 33 percre van szüksége ahhoz a Gold Coin Unitednek, hogy azt a Team Liquidet, akik kétszer ilyen szinten megrektelték őket, és egy harmadik nagyon nehéz mérkőzésen le tudják őket szedni egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott helyzetben, megverjék, és hazudtam, mert 34 perc, de akkor is sikerült a Gold Coin Unitednek. Én most mindent megbocsájtottam. Tehát azzal, hogy ezt most sikerült nekik behúzniuk, és nem egy 70 perces mérkőzés legvégén, nagy nehezen. Egyébként a Gold Coin United most ezt nagyon ügyesen játszotta meg. Tehát pontosan úgy használták ki a csapatkompozíciók erősségét, ahogy arra szükség volt, és olyan második meccses Team Liquid-esen akkor fejezték be, amikor kellett. Most. Wow, amit kimondtam, hogy most elhalkult a zene. Ilyen jó volt. Nagyon igen. Tetszett. Érdekes egyébként, hogy ahhoz képest, hogy ezen a mérkőzésen milyen játékot láttunk, meg az előző mérkőzésen milyen jól megszorongatták a Team Liquid-et, úgyhogy lényegében majdnem azt mondhatjuk, hogy ezt a játékot láttuk, csak itt most megsikerült szerezni a baront, ott meg nem sikerült megszerezni a baront. Aha. De hogy komolyan egy kartusz kell ahhoz, hogy megfogja őket, és akkor utána kikapjanak kettő vereséget, aztán kivágják végre a kartuszt, és akkor így nem tudom, így megérkezik rájuk a megváltás, és akkor elkezdenek tombolni, és behúznak két mérkőzést egymás után. És valószínűleg a következő mérkőzésnél is ki lesz vágó kartusz, úgyhogy igazából megvan az alapjuk, hogy nyerjenek, hiszen ahogy láthatjuk, valószínűleg kartusz volt probléma, vagy csak annyi, hogy nem igazán érezték a súlyát annak, hogyha ők most ezt a győzelmet nem húzzák be, akkor még vár rájuk mérkőzés, akkor még bizony kell bizonyítaniuk, és lehet, hogy összekapták magukat, megmutatták azt, hogy végre lehet csapatként dolgozni, és amíg kiemelted, hogy ugye mennyi lehetőség van Pigletnek a fércelt falában, addig azt láthattuk, hogy igen, az utolsó csapatharcnál bezárta az ellenfelt a bázisra, hogy akkor gyertek, dózoljatok le minket, mert amúgy itt a csapatom, pont ugye, ahogy egyébként én a középső ösvényen, amikor bezártam saját magamat szintén a fallal. Az jó lehetett egyébként. Nagyon. Megnéztem volna az arcát, ahogy így nézi, hogy ezt most hogy? Hát én is megnézem a következő mérkőzést, mi viszont most gyorsan elfutnánk egy gyors szünetre, és nem sokára jövünk vissza a mindent eldöntő mérkőzéssel, az ötödikkel. Maradjatok velünk! I'm about to say we're going to a game 5 in this series. It looked over, as we mentioned, in